Tessék! Elvileg be. Igen? Ilyenkor, mikor az országos parancsnok, aki viszony nagyon ritkán, mióta 7 éve itt vagyunk, na, meg kell nyomni az ötös gombot, biztos. Pillanat, már is írom. Halló, tessék, plebánia. Kisbetűvel minden. A börtönből keresik? Most lement a földszintre. Igen. A mobilja nála van. Nincs, igen, nincs. Igen. Viszont hallás. Katz.bodis.hu. Úgyhogy most ilyenkor nagy a lótás futásod benn. Igen, azt tudom. És ő miután törstiszt, várom, várom. Ezért neki ott kell lenni. Jó, rendben. 12-re kell bemennem. Most beszéltél ezzel a hölgyel? Melyikkel? Nem hívott a mobilodon? De hívott. De azt honnan tudod? Hát mert itt a vonaláson keresett. Két ügyem is rendében. No, itt vagyok. Asztalához, Jézus az Isten báránya. Krisztus teste. Szervusztok! Mit jelent Jézusnak a neve? Szabadító. 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 Tehát a névben benne van a küldetés. Hogy mitől szabadít meg? A bűneinktől. Tehát az irgalom azt jelenti, hogy nem a tényt nézem, hogy mit tett valaki, hogy vezetett oda, mi volt az út. Higgyétek el, mindenki jó akar lenni. Csak nem egyforma az esélyünk. Isten és semmi nem lehetetlen. Így van, ez nagyon jó. Tudsz puskázni. Igen, meg nálam ki van emelve. Jó szemed van. Jó szemed van. Hát ez nagyon jó. Én tegezem a fogvatartottakat. A szabály az, hogy magázni kéne. Én örülök, ha valaki visszategez, az a bizalomnak a szintje. Hát Józsikám, hát mi van veled? Atya, túl vagyok egy nagyon nagy műtéte. Gyere, üljél le! Úgy jössz, mint egy 80 éves. Hát, végül is az, annak is én érzem magamat. Nagyon. Igen? Na. Igen, most főleg. Lesz ez még jobb is. Letargikus állapotban vagyok hét út. Aha, aha. Hoppá, tartom. Jaj! Fáj? Nagyon fáj. Szerkesztő, riporter voltál 5 évig? Hát sőt, a Magyar TV-nél. Groteszk ugyan, vagy hogy mondjam, egy kicsit ilyen visszás, hogy még Kékfényt is szerkesztettem. Aha, annak idején. Én voltam a Rács túloldaláról érkezve. Aha. Nem akarok alkoholizálni, kábítószerezni, hanem ugye összegyűjtelem. Uh-huh. Némi pénzt, és aztán majd később időben vásárolnák lakást, uh-huh. És akkor kezdnék egy teljes új életet. Na, hát mivel nincsen párom, majd az idő... Az is akad. 5 millió magyar hölgy között biztos akad, aki biztos lesz egy... elfogad téged. Igen. Mikor szabadulsz? 27 nap. Ez rövid hónap, ám vigyázz. Rövid? 28-as? Azaz. El sem akarom hinni, atyám, hogy... eljött ez az idő. Évek óta, 2010 óta. Nagyon jó. Hála legyen a jó Istennek. Mindig velem volt, és azért kitartotta, és megcsináltam is, ez a lényeg. Tegyek bele ilyen piroskát? Nem, nem kell, nem kell. Elég, kösz. Akkor a kocsi marad itthon, ugye, máma? Marad.
Jó. Akkor be tudok vele menni Sopronba. Még jössz a temetésre. Hát a temetésre persze. 30 évig élt itt a Charlotte, akit ma temetünk, és kikerült Németországba, és most visszakerül, és német nyelven történik a temetési szertartás. És akkor élő holtakkal kezdünk, igaz? Igen. Nem, nincs kijavítva. De akkor is mondtam, hogy ezt én nem tudom ezt az helyet. Ugyanazt kell elmondani, amit én mondtam, és a németek fogják mondani. Jó van, ne kiabálja azért, na. In Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gerüttet a fájdalom, a síromból szírtem, a halálból utánod, sóhajtozik lelkem. Béke veled. Hát nekem 5 éves korom óta indult a papság felé az érdeklődésem. Bencés szerzetes szerettem volna lenni. És nagyon örültem, amikor bencés diák voltam, láttam a tanáraimnak az életét. Tudtunk menni a szobájukba, nagyon jó kávé illat volt a matek tanárunknál, és mondtam, el tudom képzelni az életemet így. Kétszer is jelentkeztem a bencésekhez, érettségi után is, meg leszerelés után is katonaságból, de akkor még élt a numerus clausus, a szárt létszám, 2 embert vehettek föl egy évbe. Így aztán a győri szemináriumba kerültem, és hát papszentelés előtt kellett jelmondatot választani, hát kerestünk, és én arra találtam, hogy elküldött az Úr, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és szabadulást a foglyoknak, azon szépen csengett. Szóval nem gondoltam, hogy az Úristen ennyire komolyan gondolja, mert 5 évig voltam Kárpátalján, és amikor hazajöttem, akkor a püspök úr ezzel vált, hogy irány Sopron, Kőhida, meg ott van Feltőr Rákos. Jó? Gége hangból nem lehet énekelni. Tehát most ugyan üres a kápolna, de amikor teli vannak és előre fordultok, akkor más nem kell ilyen erősen. Nagy öröm, amikor az ember egy templomba beléphet. Az örömünket hozzuk ide, hogy van kápolnánk. Van, ahol jöhetünk szentmisére, van, ahol imádkozhatunk, énekelhetünk. Tehát ezzel az érzéssel fogjunk hozzá ez az énekhez, hogy a szívünknek az örömét, derűjét hozzuk ide. Sokkal szebb volt. Tessék! Jó napot kívánok! Épp jó napot kívánok! Köszöntöm! Parancsolj, foglalj olyat! Köszönöm szépen! Jaj, Bocsi úr, jó, hogy jött. Két dolog miatt hívtam, két emberről lenne szó. Igen. Ugye beszélgettünk már régebben is róla. Igen. Egyik lenne ez a kis Karcsi. Uh-huh. Voltak lelki problémái, viszont most már a családjával is gondok vannak. Uh-huh. Nem tudom, hogy ezzel tudnál foglalkozni itt a közeljövőben. Szívesen fölhívom. Melyik zárkában van? 2013. Jó? Jó. Másik emberünk, Deák Kálmán. Uh-huh. Nem tudom, hogy mond-e valamit a név. Név. Jó, ő neki megint valami problémája van. Szerintem volt, ugye úgy gondolja ő magáról, hogy ő elmebeteg.
úgy gondolja, hogy megint nem bírja se az árkátársát, nem bírja se a kis zárkát, nem bírja az egész börtönt, nem bírja. Uh-huh. És ugye ővel ami a probléma, hogy nagyon hosszú az ítélete. Uh-huh. Nem tudom, hogy őt hogyan lehetne. Őt is tudom minden héten hívni, tehát így kedden vagyok délelőtt itt, és akkor ráérek vele hosszabban beszélgetni. Csalódtam az emberekbe, főleg a barátnőm, akit szerettem. Megvédtem az iskolába, odaálltam mellé, kitartottam mellette, mert szeret, most is szeretem, mert képeim is vannak róla, azért küldnek, csak hiányzik. De 35 év, hát elég kemény, tehát de... Remélem, hogy levesznek az ítéletem, ő is kimenek, és akkor őt is megnézhetem, meg a fiamat, mert van egy fiam egy éves, akiről egy képet se küld. Semmit nem tudok róla. Intézem a hajléktalan szállót, amiben nappali is van, meg autólivet is, meg a héten hozom a ruhát, hogy ki is tudjál menni. Köszönöm szépen. Föl fogom keresni, atyám. Jó, szeretettel várlak, mert elindulás a legnehezebb. Igen, igen, igen. És ezt mindenkinek felajánlom, és van, aki jön is, tehát tartjuk a kapcsolatot, mert az utógondozás, a reintegráció az nagyon fontos, és tényleg akkor legnehezebb talpra állni. Tehát amikor igazolványokat kell beszeretni, munkahely, meg minden, tehát igen, az igen, akkor van. Szükség van a induló segítségre. Igen, vannak apró dolog, de viszonylag nagy. Így van. Hát ez három emberes munka, amit az Erzsike elvállalt. Azt ő is tudja, hogy Giorgio Kellnek neveztem, mert neki is megmondtam, nem is egyszer. Mert ilyen ember nincs, aki elvállalnák a kántorságot, sekrességet, akkor a másik a hitoktatás, a plébánia karbantartását, az irodai munkát. Tehát ő itt olyan nagy munkát vállal, amit nagyon nehezen lehetne pótolni. Én szeretem a gyomromat, úgyhogy a főzéssel volt úgy húsó szempont. Ki, mert ez Csázi asszony, minden asszony meg tudja csinálni. Ez, ehhez nem kell semmi. Aztán adminisztrációt csinálod, a pénztárkönyvet vezeted, anyakönyvek másolását csinálod. Amikor nem vagyok itthon, akkor te fogadod a kuncsaftogat. Én így tudok nyugodtan ellenni, hogy te itthon vagy. Úgyhogy ez így jó. Úgyhogy megtartunk még egy időre. A misejének, és akkor... És akkor először van gyertyaszentelés, és akkor egy körmenetet csinálunk. És akkor a Ósion templom, de ez a vége. Igen, az meg a vége. Non recuso laborem. Nem utasítom el a munkát. Tehát én szeretem a kihívásokat, új kezdeményezéseket mindig, és ezt láttam a börtönben is, hogy na bucsi, most mutasd meg, mit tudsz. Hát az elődöm meghalt, csak közvetve kaptam tőle üzenetet, hogy mit tegyek. Annyit üzent, hogy szeresd őket. És ezt próbálom megvalósítani, és ezek a fiúk ezt megérzik. Kérünk téged, hallgass meg minket! Az Úr itt van, és az ajtóba zörget. Rajtad múlik, hogy beengeded-e. Ő keres minket, ő vár minket, találkozni akar velünk, nekünk kell kinyitni a szívünket, és azt megtisztítani, hogy legyen kedve bejönni hozzánk és nálunk maradni. 50 éves koráig valaki büntetlen előéletű, és utána egy emberölés miatt első büntényesként az azért riasztja a világot, a társadalmat is. És nem mentség az 50 év, ha 5 másodperc van benne, ami egy olyan bűnné válik, ami szinte megbocsájthatatlan egyrészt. És egyfajta... Hát kárpótolni nem lehet azt a családot, a világot sem. Sajnos megdöbbenve látom a televízióban, hogy ugyanaz a sors, amit én végigjártam, hirtelen felindulásomban, szerelemféltéssel megöltem azt, akit a legjobban szerettem. Ez hetente van. A híradóban hetente van. Ez azt jelenti, hogy évente hozzám hasonló gyilkos 50 valahol ül itt a börtönökben. Kedves testvéreim,
Tudjuk, hogy a szabadság az hiányzik, de aznak eljön az ideje, amikor újra miénk lesz. Mi a lényeg? Rácsok mögött szabadon. Ismerjük a könyvet, ismerjük a szemét. A belső szabadsága fontos, hogy ha az megvan, könnyebb elviselni a tetteinknek a következményét. Én hálás vagyok a Jóistennek, mert mi sok segítséget kaptunk gyerekkoromban. Nagy családban, félig árván nőttünk fel, és minket nagyon sokan segítettek, és én megfogadtam, hogy mi is segítünk másokat. Na, itt van egy kép, ez az érettség, és aztán az érettségi képe. Itt huncut a kinézés. Bombázó. Én gyakorlatilag 20 évig éltem egyedül. Olyan értelemben egyedül, hogy meghalt az édesanyám, fiam akkor volt katona, férjem az nagyon korán meghalt. Én kvázi életmódot akartam változtatni. Kántorképzőre jártam, és akkor ott mondták, hogy a Bucsi Lajos most bábolnát is megkapta. Én akkor átmentem Nagyigmándra, ott volt egy ezüstmise, és akkor... Hát ezt ne haragudj, de ezt elmondom, mert ez mondd el. Poénos is, meg jellemző is. Álltam a sekrestye ajtóba, vártam az atyákat, hogy jöttek ott sorba ki. Egyiket, másikat és harmadikat is ismertem, köszöntök, mint tudom én, és akkor jött ki az atya. Hát maga mit keres itt? Mondom, ajánlom magamat. Nézd rám, mondom, szó szerint. ez volt a jelentkezés, és akkor azt mondja, majd visszatérünk. Ugye fölállt a dobogóra, és akkor az egyik asszony mondja neki, hogy hogy lehet ilyen magas, csinos, fiatal ember pap? Az énekes asszony mondta neki, hogy lenézett rá. Mit gondol az Úristennek, nincs ízlése? Csak sánták, bénák, puposok kellenek neki. Hát szavaromban mit mondjak neki? És akkor én úgy ránéztem, Úristen, de beképzelt ez az Ürge. Mentem ki a sekrestjéből. Mondom, Atya Isten. Na, és ez volt az első találkozásunk, ez a legelső találkozásunk. Itt van a fekete? A fekete magas. A többek között, de van más kép is rólam. Nekem mindig volt egy olyan érzésem, hogy magas, fekete, göndörhajú, görögös arcélű Ürge lesz a... Bocsánat. Mondhatod. Ürge lesz a párod, Pára. Igen? Én tudtam, hogy én ezzel a habsival fogok találkozni. Csak én marha beképzeltnek tartottam, mert olyan sztárpap volt, hogy Ihaly Győrbe. Nem minden nő szerelmes volt bele. És ő ezt tudta is? Nem volt rossz gyerekkorom, bírtam a szüleim szeretetét, az iskolában viszonylag jó tanuló voltam, tehát egészen 15-16 éves koromig minden rendben volt velem. Aztán láttam dolgokat csillanni, és gondoltam, hogy nekem is kellenek ezek a csillanások. Az elején ateistának nevezted magad. Hithű ateistának nevezted magad. És hát én a legnagyobb dicséretet tőled kaptam papi életembe, amikor azt mondtad, hogy mióta atyához járok, mióta hozzád járok, azóta más fényben látom a dolgokat. Valamiért te neked sikerült megnyitnod egy olyan ajtót, amit én nem hittem, hogy meg fog nyitni valaha is. Uh-huh. Ami oda vezetett, hogy ráébredtem arra, hogy nekem van a lelkiismeretem. Nagyon sok ember fél a csendtől. Miért? Mert a csendben a lelki ismerete szólal meg. És van, aki nem akarja, hogy ez megszólaljon. Na most nekünk is ez a feladatunk, hogy hallgassunk Isten szavára, keressük a választ, tehát ne legyünk előítélettel, ne kapkodjunk, hanem tudjuk Isten tanácsát kérni jelentős döntésben. Az indítások, én hiszek ebben, hogy indításoknak van értelme. Engem egyszer kórházba hívtak, ügyeltem, és mondtam, hogy hát nem baj, ha 4 óra után megyek, és így elhúzta a szája szélét az a hozzátartozó. Ebből értettem, hogy na súlyosabb a helyzet. Elmentek, és kiírtam, hogy
negyed óra múlva jövök, bevártam magam az autóba, hamarabb odaértem, mint ők, elláttam az anyukát, és a testvére vagy a lánya ott volt, az kiment addig, aztán mentem ki, addigra ők is megérkeztek, és mondtam, hogy el van látva az anyu. Jön ki a testvére, hogy meghalt az anyu. Micsoda? Hát előbb még gyónt áldozott. És nekem ez olyan visszajelzés volt, hogy bucsi, ha egy ilyen érzés van, hogy menj, akkor menjél. Én emlékszem arra az együttlétre, amikor lopásról volt szó, és még a társaid is támogattak, hogy miért baj az, hogyha a bankból lopunk, annyi pénz van ott, miért baj az, hogyha valaki gazdag, 7 autója van, egyet ellopunk, és ebből ez egy nagyon más irány, amiben most vagy, és ennek nagyon örülök, hogy érzékenyé vált a lelkiismeretet, hogy és javítani, és alakítani is akarsz változtatni. Van lehetőség, tehát a felejtés is az Istennek az adománya. Nagy baj lenne, hogyha minden úgy megmaradna bennünk, de ha az ember bánja és leteszi Jézus előkül, eltörli azt a bűnt. Minden, amikor egy tóba beledobunk egy követ, akkor az úgy csobban, de egy idő után aztán megint sima lesz a tükre, én ezt kívánom. Hogy... Igen, csak ez nem is tó, ez inkább óceán, hogyha azt veszük, hogy ez egy életfogytiglan. Aha, igen. Ja, neked így hát sokan egy... csodálkoznak, és mondják is a fogvatartott társak, hogy életfogytott nyomorékon én nem csinálnám, kivégezni magam, meg a többiek. De az nem az én világom. Na, ennek örülök. Furcsa lesz, amit mondok. Nem tudom, hányan mondták, vagy mondtatták ezt, de azt mondom, hogy a börtön végereményben kinevelt engem, tehát jó értelemben mondom. Tehát használt a végereményben, nagyon is hasznomra vált. Ha úgy nézzük, ha már a sós így hozta. De ne ismételj, jó? Nem. Hát a mágában sincs. Én azt mondom, bár sokan mondták, nem tudom, hányan tartották be ezt az ígéretet, de én azt tudom mondani, ugye, hogy én nekem ez volt az első, de tényleg egyben az utolsó is. Nem akarom, atyám. Isten őriz. Nem azt mondom, hogy jó itt lenni, de kicsit meggyúvás. Tudom, hogy nem piszkálkod, hogy adjál pénzt, erre, akkor jön a hatodik, és akkor utána menj el lopni, rugdos meg, megverem anyádat, akkor mennem kell. De most nekem ez nagyon jó esik, nem zavar senki, írhatok verset, vettem ki verseskönyveket, abból is olvasok, tanulom, mesekönyveket olvasok, rajzolok, nekem jó ez a nyugodtság. Nagyon várom már ezt a lehetőséget, amit említett, hogy teológiai felsőfokú oktatásban lehet részt venni. Igen. És én erre szeretnék feltétlenül jelentkezni. Na, örülök neki. Úgy érzem, hogy ez az elmúlt időszak, amióta bent vagyok, mint egy 8 éve, az mintha egy vár épült volna, hogy ez az igazi cél, hogy megtaláltam azt, amiért ez a büntetés valóban elérheti majd a célját. Felajánlás, és utána jön a szent lecke, Balázs áldás. Nem a végére tesz inkább? Végén legyen a végén. Hogy mennek el, tudja? De várjál, mert már az jó megoldás, hogy ebből jöjjenek ki utána. Így van, és akkor szia Dobozos. Oké, kivonulás, és akkor itt van a... Nagyon jó. Hol áll az atya? Hogyan is várjál? Hogyan is csináltuk a múltkor? Írálsz az atya mellé. Mert neked úgyis kell a fény. Az atya fogja neked a fényt adni ahhoz, hogy olvasd. Na, akkor indulunk kifele, én vagyok az atya. Még sose voltam pap egyébként, ez csak azért van. Na, induljunk. Az Erzséke mindenben megfelelt annak az elvárásnak, ami én igényeltem, és ami mind a mai napig tart, és amiért kitartok mellette. De a családban nem mindenki vette jó néven, hogy az Erzséke itt van. Mint ahogy a püspök se vette jó néven, hogy itt lakik. Gondolom beszéltek az emberek maguk között ezt, azt, amazt, de nem volt belőle semmilyen olyan botrány. Itt volt egy néni, aki megkérdezte szemtől szembe, ami nagyon, nekem nagyon jól esett, hogy engem kérdezett meg, hogy miért lakom itt, ki vagyok én itt neked, és mit csinálok, mi a feladatom, és el tudtam mondani.
Kárpátaljára, és amikor kimentem, az ottani püspök atya azt mondta, hogy engem hív. És mondtam, mondja meg az Erzsikének. És akkor megmondták neki, és akkor ez olyan elég nagy traumát okozott benne, hogy ő nem jöhet. De aztán fél év után utána jött, és akkor meg lett oldva. Na. Na, Isten hozott benneteket, várjuk a többieket is. Addig a porunk? Erre próbát fogunk tartani. Oké, gyere, közelebb, nem fogok nyújtózkodni. És ezt a gyertyát oda fogom tartani neked. Azt, ha ott lesz a könyv, akkor nem fog elférni. Úgy, figyelj, ne hozzad, csak fektesd el. Ne élj. Úgy. Na kérem, ki mit csinál? Nyújtom a koszorút és csengetet. Gyújtsd meg a gyertyát. Jó? Olvasol. Szent Balázs Füspök és Vértanú közbenjárására szabadítson meg téged az Úr a gonosz lélektől és minden betegségtől, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. És erre keresztet vetünk, amikor elhúzom a gyertyát. És akkor indultok ki. Kimegyünk, akkor térthajtás, fejhajtás, és megfordulunk. És hozod oda nekem, jó? Neked a feladatod lesz, hogy amikor meggyújtották a lámpákat, két oldalt meggyújtod, tudod, amit szoktatok? Igen. Azt odamész minden két oldalon. Most újtsd el, gyere. Mennyi, tudod melyiket? Rajtam. Azért kelt föl az Úr, és küldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket. Azért kelt föl az Úr, és küldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket. Hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtönök lakóinak. Ez az Isten igéje. Dicsőség neked, Istenünk! Testvéreim, meggyújtottuk az adventi koszorún a harmadik gyertyát, a rózsaszín gyertyát, ami az örömöt fejezi ki. Tudjuk, hogy a lila az a bűnbánatnak a színe, a zöld az a reményé, a piros az a szereteté, és a rózsaszín az pedig az örömé. Most megkérdezem tőletek, hogy milyen örömeitek vannak? Például, ha ötöst kapsz, annak is örülsz. Méghozzá abban kettős öröm van, mert nem csak te örülsz, hanem ki örül még annak, ha jó jegyet kapsz? A szüleink, igaz? Van-e öröm a szívemben? Van-e adventi jó feltételem? Mi tesz téged boldoggá? Hogy itt lehet. Hogy itt lehetünk a börtönbe? Hát nem. A misén, nagyszerű. Aztán még mi tesz boldoggá? Szeretet! Na ezt vártam egy órája. Igen? A szeretet, hogy szeretnek a szüleink, és a szüleinken kívül kik szeretnek még? Jézus. Jézus is szeret. Aztán a tesóid is szeretnek? Nem szoktak megverni? Csak úgy barátságból. Jó? Isten is szeret minket, úgy van. Ferike, nagyon jót mondtál. Ez óriási öröm. Amikor le tudjuk tenni a bűnünket, amikor megszabadulunk tőle. Na most ezt mondjad? Másnak a meggyógyulás, másnak az öröme miatt, hogyha a megosztott öröm, kétszeres öröm, a megosztott fájdalom, félfájdalom, nem. A megosztott fájdalom, az félfájdalom, a megosztott öröm, az viszont dupla öröm. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egy szülött fiában, a mi Urunkban. Szent Mária, Szent
megfeszítették, meghalt és eltemették. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Szabadítson meg téged az Úr a torokbajtól, és minden más bajtól, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Szerbusztok! Köszönjük szépen! Jó, akkor Vivien kiosztja a jutalmat. Köszönöm, ügyesek voltatok. Mindörök, Ján, nem köszöntök. István, hogyha itthon van. Most muzsikálni. Köszönöm. Csak játszol tovább. Köszöntelek, szervusz, köszöntelek. Isten hozott, köszöntelek. Rájöttünk arra, amire hát minden ember vágyik, hogy a közösség mennyire kell, papoknak is. Nem lehetnek egyedül, mert nagyon könnyű elkallódni akkor. De ha van társ, akinek elmondhatom az örömömet, elmondhatom a bánatomat, ötletet kérhetek, ötletet adnak nekem, tehát ez nagyon jó. Fölhív a figyelmeteket arra, hogy lesz ez a házasság hete. Sopronban Szerelmi Kalantúra néven fut. Először megijedtem én is a címtől, de aztán utána megnézve a programokat, láttam, hogy egészen valóban házastársaknak a közösségét szolgálja. Lesz szerelmesek bája, sportolhatnak együtt ugye a házastársak, aztán kérdés fölteheti magának a férj, hogy mikor vett utoljára virágot a feleségnek, és így tovább. Be kéne iktatni majd a Feltő Rákost is a sorba. Ha valaki szeretne a börtönbe jönni, el tudom én. Csak személyigazolvány szám kell. Akkor parancsoljunk, menjünk át. Jó. Istenünk, oszd el minden viszály közé, szüntesd a rossz vágyak elé, a testet egészséggel áll, szívünket végig járja át, és szent lélek vigasztalunk, egyetlen Úr örök király. Hogy érzed magad? Jól. Jól? Igen. Látom, valami történt vele. Macska járt az árkába? Hanem? Belevágtam. Elvágtad? Igen. Hogyan? Hát ideges voltam. Uh-huh. Miért? Hát az ügyem miatt. Uh-huh. Megfőképpen ott, otthoni problémák miatt kibeszélni nem tudtam. Uh-huh. Ideges lettem. Nagyon hiába cigiztem, nem nyugtatott le. Aha. Hát... megfogtam a pénzt, befartottam. Uh-huh. Kezemre is befartottam. Kezedre is? Itt kezdtem elsőnek ebben. Húva. Így. És nem fájt? Fájni fájt, persze. És? Mások a kezemre csináltam azt, hogy bejöttek az őrök, aztán jó rendesek voltak, meg kérdezik, mi a bajom. Segítottál, vagy? Hát nem, mérges voltam, nem szoktam kiabálni, én csak mondtam magamét. Uh-huh. Csorom vér voltam, az egész pollom csöpögött belőlem, főleg az arcomból folyt. Uh-huh. Volt azért az gyengébb, mint itt. Igen. Az arc, az a leggyengébb. Uh-huh. Azért ott volt. De megbántam. Megbántam. Azért bennetek a tükörbe, már így szabadulok, hogy mi az ott. Uh-huh. Vigyázz magadra, mert most már másik oldalon ne csinálj dekorációt, mert egyforma legyen. Nem. Úgyhogy igyekezni kell, hogy amikor érzed, hogy megy fel a pumpa, hogy akkor tudjál leállni. Vagy akkor előtte zörges ki az őrök. Hát most akkor... azt csinálom. Igen? És akkor vagy szirógus nőhöz beszélgetek,
Kérek egy injekciót. Persze. Megmondom, én is szívesen meghallgatlak, beszélgetünk, úgyhogy jó? Nem, ne. Ilyen goromban. Azt a mindenit, Zorro. Ez, hadd meséljem el, ez olyan aranyos. Mondj ez. Egyébként poénos. Regensburgba mentünk fiatalokkal, három autóval, és hát Regensburgba bencéseknél, vagy kinél szálltunk nem, meg? Szaléziaknál szálltunk meg, és volt, tehát meghívták az ottani fiatalokat is, és hát ilyen buli volt, bulit rendezett ott a vendégfogadó atya nekünk, és hát körtáncot táncoltunk, meg állati jól táncolt az az ürge, azt a szerzetes létére, marha jól táncolt. És aztán így körtánc is volt, meg minden, és az atya nem akart jönni, de befogtuk, hát a fiatalok is hívták, és minden. Na most szegényem, az egész társaság arra ment, ő eljött. Pont ellenkezőleg mozgott. Aztán kiálltam a végén. Mindenki úgy húzódott, mert az összes lábát vittem jobbra-balra. Nem győztem erre, arra húzni. Ami nem megy, ne erőtessék, nem? Na gyere! Jó, vanna. Ezt a kényszerítőzést marhán utálom. Én meg szeretem. Akkor nekem van egy malmom. Már megint a fele egye meg, nyugi. Hát miért kiabálsz? Nem kiabálok, de nem veszem észre ezt a hülye visszintes akármiket. Ez a jó. Tessék. Te jössz. És szerelem? Nekem? Nem volt. Sajnos nem volt. Jó benne? Atyának voltak szerelmei, azóta is voltak, mióta együtt vagyunk. Na most Ácsi, az talán majd egy nyilatkozat, jó? Igazából a kísértés az Győrbe kezdődött, amikor fiatalokkal foglalkoztam, és hát volt kezdeményezés a részükről. Tehát, és az ember nem mindig tud ellenállni, meg nem kellően óvatos, akkor bizony baj van. Na, és hát volt nekem ebben gondom. Én mentem is a lelkiatyámhoz, meggyontam, föloldozott, tanácsot adott, útmutatást mondott, és volt egy olyan mélypont az életemben, amikor azt mondtam, hogy ezt a lelkiismeretem nem bírja. Tehát, amit teszek. Tehát ez a nőkhöz való közeledést jelentette. És hát egyrészt bántam, másrészt jött a kísértés, és azt mondtam, hogy ez így nem jó. És akkor Jézushoz mentem imában, és akkor ő átölelt, azt mondja, hogy gyere, menjünk együtt. És nekem ez a válasz, ez nagyon jó volt. És ez a válasz, ez megmaradt bennem. És tulajdonképpen az Erzséke hit jön képbe, hogy nekem kellett valaki, aki a háttérben van, és ezeket a kísértéseket megszűri. Mert azzal, hogy ő ott van a plébánián,
Ő tulajdonképpen nekem villámhárító. Tehát nekem gondom volt a fiatalokkal való foglalkozásra, ezt el is mondtam neki, ő tudja. És ő ebben nekem nagyon sokat segített és segít. Tehát nekem a megnyugvást ezen a ponton az Erzsike jelentette és jelenti. Ő véd engem, hogy a hivatásomat őrizzem. Tehát itt nem jönnek jobbra-balra nőcskék, hanem itt van egy rend. Jönnének. És... Tessék? Jönnének. De itt a házi sárkány, úgyhogy az megakadályozza, hogy bárki is jöjjen. Feloldozlak téged bűneidtől az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Isten tudta azt, hogy kit válaszol nekem földi őrangyalként, úgy mondom, mert magamtól nem jöttem, nem találtam volna meg ezt. Ez kellett nekem segítség. És a jó Isten tudta azt, hogy jöjjek el misére, majd a magával találkozok, és onnantól kezdve már ment az egész. Egy beszélgetés megelőzte, után. Megelőzte egy hosszú beszélgetéshez. Amikor elmondtad, hogy mi történt, mi volt maga a büntény? Egy gránátot dobta be egy családi házba, családi ház ablakába, ahol ketten meghaltak ennek következtében, ahol meghaltak. És mennyit kaptál? 30 évet. 30 évet. Kapásból. Na, ez maga ragadott meg engem akkor. Úgy éreztem, hogy szükség van arra, hogy folyamatosan együtt legyünk, hogy ez bírt. És összekötő kapocs volt a zene. Tehát, hogy elment, aki hegedült addig, és akkor te lettél a sekrestyés, illetve aki kántorizál itt. De emellett nagyon fontos volt, hogy beszélgessünk egymással. Nem egyszer a szemedből láttam, hogy gond van, és csak mondtam, hogy na, Jenő, gyere. És ismerni a tenyerét. Bárhol vessen a sors, bármi legyen, a kapcsolatot tartani fogom. Az biztos. Én meg a távolságot. A távolságot. Jó, rendben van, én meg annál jobban közelítek majd. Na, jó. Így van. Na, számolj be valaki. Értettem minden szöveget, de az arcatokra minden rá van írva, és ez nagyon fontos, hogy ezt a derűt tudjátok sugározni. Úgy érzem, hogy az itt jelenlévők mindig mindenki nagy változáson ment át keresztül, és ez persze köszönöm szépen, legfősorban önnek köszönhetjük, és így egymásnak, hogy egymás mellett kiállunk. Jó Istennek köszönhetjük, de az, hogy ebben a nehéz helyzetben, amiben vagytok, ilyen szépen tudtok énekelni, magában hordozza a gyümölcsét. Hogy csak ezt folytassátok. Köszönöm szépen. Köszönjük. Jó estét, Juhának. Matamiki, benn van? Igen. Köszönöm szépen. Szia! Köszöntelek. Na, örülök, hogy találkozunk. Te jó nézel ki. Lenyiratkoztál? Igen. Na jó, bemehetünk. Tessék, ne fáradj. Vezessél minket, jó? Na, mosolyog a szemed, ennek örülök. Tehát. Dicsért a főnök. Igen? Dicsért, hogy tisztelettudó vagy, rendesen elvégzed a munkát, és a környezeted is, hogy rendes, tehát ahol vagy. Úgy, igen, igen, igen. Ennek örülök. Igyekszem. Jó. Hátja. Na, üljél fel egy kicsit. Jó, fogadjuk a helyet. Mindjárt ötlen, hogy nem nekünk készítetted ezt. De. Ne idegesíts.
Tessék, fogyasztok. Van benne, mondjuk káposztát is tettem el, ezt a savanyú káposztát. Ott van a edény, tessék. Nincsen merítő, atyám. Hanem kanállal merítjék? Igen, igen, igen. Azért szólok, hogy... Aha. Na. Hát inkább a combos részt vegyem, mert az a hát, faros rész. Igen? Combos részt vegyem már. Jó van, mindegy, ez most nem, van. Mert az olyan csontos. Hát most én honnan tudjam, hogy hát melyik? Hát merítsen be, az. 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 Ne idegesíts. Jézusom. Atya, Fiú, Szent Lélek nevében, amen, édes Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk. Adjad, Uram, hogy jó lessék, Jézus neve dicsértessék. Ámen. Köszönöm, drágám, ennyi atyám, hogy ide vezetted az atyát, és megvendégeltem, megadatott nekem, hogy én is megvendégeltem az atyán. Jó. Na, jó étvágyat kívánok, köszönjük szépen ezt a megható fohászt. Finom. Máma, volt egy szép misénk ott benn. Jenő az nagyon szépen szerepelt, gitároktatásba és zenébe és mindenbe. Most láttuk, hogy mennyi tehetség van benne. Igen, kezd kibontakozni jobban. Uh-huh. Nem hiányzik? Hát úgy a népség hiányzik, ugye, de a bentlét persze az nem. Ja, azt értem. Hát igen, ott tanálkoztam sok jó emberrel, attól, hogy elítélték bizonyos dolgokért, attól rendes, igen. Normális. Igen. Lónak is négy lába van, szokás mondás, de meg, mégis megbotlik. Hát. Így van. De már én nem szeretnék botladozni. Botladozni, abszolút. Hm. Na, örülök, hogy meg tudsz kapaszkodni, Miklós. Hát, mert akarom is. Azon erős akarat kell egyébként, uh-huh. Elképzelés is, és reménykedni kell, hogy jobb lesz. És ha van uh-huh. kilátás az embernek az élet előrehaladásában, uh-huh. akkor lehetetlen nincs, csak tehetetlen. Igen, így van. Ezek a mondásait tetszenek, amikor így megfogalmazod, ezt nagyon jó. Na, szia. Nagyon örültem neked. Én is. Na. Jó, hát ha kövesdre kerülsz, akkor úgyis sűrűbben találkozunk. Igen, majd. Uh-huh. Vagy majd egyik nap, majd. Na. Igen? Te figyelj, a meglepetés akkor jó, ha tudok róla. Tudod? De nem tudja, hogy mikor, csak majd egyszer. Aztán pofára is eshetsz. Igen? Hát persze, hát ha nem vagyok otthon, azért, hát azért figyelj, majd tudom nagyjából. Én úgy veszem, hogy meglepetés, de azt nem akarom, hogy jössz. Úgy jársz, mint a hugomék, mm. eljöttek névnapomra, azt nem voltam otthon. Lett aztán meglepetés. Isten húzott. Szia, szia, hello. Szia. Hát már komoly. Szia. Minden hónapban találkozunk, mindig tanulunk valamit, tehát készülünk valamit, mindig a következő vasárnapi evangéliumot nézzük, és annak a gondolatait osztjuk meg, ki milyen örömhírt hozott, milyen gondot hozott, terveket beszélünk meg, tehát nagyon sok minden van, ami a terítékre kerül, és ez úgy nagyon jó. Egy párszor befogadtak engem is, úgyhogy elvileg én is tartozhatom hozzájuk. Ennyi hapsiét együtt kell egy idézőjelbe valami vita partnernek lenni, vagy aki másként gondolkozik, mint ők. Én húsvétkor föltettem a kérdést, hogy végig jártuk-e az Emmauszi utat. Azaz, tettünk-e föl kérdéseket, ezt a híveimnek is mondtam. Nem az a baj, ha kérdés van, kételj van, hanem ha hagyom a fél homályba. Vagy egy másik példa, aki örvendezve mondta, hogy feltámadt Jézus. Jó van, tudom, 2000 éve, de bennem támad fel. Micsoda különbség, hogy bennem feltámadt-e Krisztus. Jézus egész életében végig mindig a találkozásaival tanít. Tehát nincsen hittankönyv, nincsen teológia, nincsen külön iskola, hanem minden egyes találkozásában van elrejtve a tanítás. Hát tapasztaljuk azt a leegyszerűsített modellt, hogy mi jók vagyunk a világ, rossz a világnak kell megváltozni. Tehát van egy előítélet itt bennünk, és akkor lehet, hogy az egy feladatunk, kérdezem, hogy
hogy az anyagvilágot egy magasabb rezgésszintre emeljük, és az anyagvilágot átszellemélyesítsük. Például a gyereket meg kell tanítani hittanulan arra, hogy tudja használni egy kicsit a spirituális látószerveit. Ugye? És akkor meg tudja tapasztalni, befele figyelve magasabb valóságot. Akkor egy kicsit átfordítva a mai világra, tehát nekünk is tanukká kell válnunk, hogy tanúsítsuk azt, ami megtörtént Jézus idejében. Szevasz, tavasz. Nos, jössz te. Nincs tebben. Akarsz tovább játszani, vagy megnyugszol a döntetlenbe? Nem akarom, hogy sírj a végén. Miért? Na most ezt akarom megtudni. Miért nem jó neked most a döntetlen? Jó lehet a döntetlen, de... Följöttél a 4-2-ből döntetlenre. Az Úristen a papokat az emberek közül választja, méghozzá bűnös emberek között, hogy megértőek tudjanak lenni a hozzá hasonló bűnösökkel. Tehát... Tehát az Erzsike az egy nagyon érzékeny lélek. Tehát neki lelkiismereti konfliktust okozott, amikor én közeledtem hozzá, és én ezt tudomásul vettem, és lezártam. Tehát és ezért tud őrangyalom lenni. Napot kívánok, atyám! Isten hozott, Zoli! Rajzoltam egy lovat. Na, ez nagyon szép. Kiszíneztem. Milyen finoman közeled a színezőket? Nagyon jó. Ahogy látom, ez a nagyon finom technika, tehát ez biztos téged is megnyugtat, amikor készíted. Igen, szeretem keverni a színeket, többféle színet. És a ló hogy jött be ötletként? Mert én sokat lovagoltam kiskoromban, az intézetben voltam, és nekem kedvencem a ló. Na, mi ez? Hazugság, vagy miért címe? Ez a hazugság, ezt tegnap előtt írtam, ezt elolvasnám. Na. Hazugságot minden szabad, amit nékem szép szavaiddal mondtál. Szeretlek téged, de szeretni fáj, mert tudom, hogy velem csak játszottál. Mással láttalak, de tudom, hogy ez így lesz jó. Tudom, hogy bármit megtennél, hogy nekem ne fájjon. Könnyes szemekkel írom ezt a levelet, nekünk a szerelem csak fájdalmat és gyötrést okozott az életben. Fájó szívvel bolyongok, de tudom jól, hogy egyszer elmúlik. Tudom, hogy boldog leszel, mással sír is mással, de a lelkem mélyén ugyanaz a vidám lány leszel mindvégig. Tehát én ezt a verset szeretem a legjobban. Igaz, hogy párszor sírni szoktam, de jó, ha sír az ember, mert nem szégyen a sír az ember, mert sírni is emberi dolog, sírni kell. És meg is könnyebbül az ember akkor. Persze, hát én is szoktam sírni, meg könnyebbülök, utána meg alszok egy jót, és fölkelek, hogy már jobban vagyok. Meg nagyon jó, hogy ezekre a pozitív élményekre emlékezel vissza, mert az úgy lelkesíti, lendíti az ember. Azért nekem megvan atyám a 9 osztályom, a családban egyedül nekem van meg. Aha. Tudtok-e nekem mondani boldog asszony ünnepeket? Augusztus 20. Az nem. Ember, olyan ünnepeket keresünk, ami boldog asszony. Gyümölcsoltó. Például a gyümölcsoltó. Mikor van? Március. Március 25. Gyümölcsoltó boldog asszony. Na, ha már itt vagyunk, akkor mikor van a nagy boldog asszony? Ezt kevelted a 20-ával, de most legalább megjegyezzük. Augusztus 15. nagy boldog asszony. Itt ebbe a templomba kell elmondanom, hogy több lelkipásztori örömöm van a börtönben, mint itt. Nyitottabbak, keresőbbek a fiúk, és hálásabbak is, és így, hogy kérdeznek, meg keresnek, meg akarnak mások lenni, ez engem boldogsággal tölt el. Honnan jön a zaj? Na,
Hogy vagy? Nagyon jól vagyok, atyám. Na, örülök neki. Igen, dolgozom. Látom, dolgoztok. Most hagyd abba, ne porolj minket. Gyere ide. Jó, kisom. Magát nagyon szeretem, imádom magát. Jó, ne imád, tudod, kit kell. Ja, igen, Isten. A mennyi atyát kell. Ja, így van. És megszoktatok itt már. Igen. Én most már teszem, én is másfél hónapja, hogy itt vagyok. Aha, ugye? Aha. Most már belerászkodtam a dolgokban, és stb. Ismerek nagyjából egy pár embert, ugye, főleg a brigádvezetőnek, nagyon jóban vagyok, ugye, meg stb. Tehát gyakorlatilag a helyettese. Tehát én vagyok a jobb keze neki. Ha ő nincs, akkor ő én helyettesítem. Hát ez nagyon jó. Amúgy, hála jó Istennek, mindig rendszeresen járok misére. Minden vasárnap. Így van. Csinálok majd egy belső képet majd, lefotózom. Gyönyörű a templom. Jaj, csodálatos. Csak ne éjjel kettőkor küldjétek. Volt ilyen. És nem én voltam az. Ilyen kettőkor küldték a képet. Mondva, nem én voltam. Besipolt nekem, azt hittem, hogy a BB-be kell mennem. Irgum burgum. Mikor rosszak, akkor ezt kell mondani nekik. Irgum burgum. Ez lehet, és azt hat rájuk, mert akkor tudják, hogy most nem lehet tovább lépni. Emberkék, akkor elballagok, mert aztán levonják a fizetésetekből, hogy itt csak állunk beszélek. Nem mondják, mert tudják, hogy mi van, úgyhogy megértőek. Na, én Istenem áldjon meg benneteket. Jó? Köszönöm szépen, hogy is a feljel. Isten áldjon. Becsüljétek meg magatokat. Köszönjük, hogy eljöttek. Oké. Jó volt. Nagyon szépen, köszönjük. Minden jó viszontlátásokat. További jó munkát. Van. Az meg lesz. Van. Dolgozzunk, gyere! Az Úr Jézus Krisztus! Dolgozzatok! Szeretetek is érjük! Dolgozzatok! Boldog szüli napot! Boldog szüli napot! Boldog szüli napot, halacskák! Boldog szüli napot! És akkor mondom, hogy 40 darab van egy fialásra, és ha egymás után ellenek, akkor rengeteg hal van az akváriumban. Mi a helyzet? Mi? Már gyülekeznek. Mi a helyzet? Minden rendben van. Mi? Na jó, te fickó. Mi? Bántod a lányokat? Ne bántsd a lányokat. Ő a legnagyobb. Jó van, aranyos vagy. Jó van, gyere. Gyere az ölembe kicsit. Ő. Ide, ez az, ugorj vissza, az, de ügyes vagy. Ő a legszebb lány köztük, ez a guppi lányocska. Sokszor, amikor elmélyülök, így velük, eljátszok velük, teljesen megfelelkezek magamról, és akkor úgy szólnak rám többiek, hogy mit csinálok. Azt hiszem, hogy hülye vagyok. Ami nehéz, ami föl tör időközönként, jó van, aranyos vagy. Az a család hiánya. A kislány 14 éves volt. Most már 23, 24 lesz. Nagyon nehéz. Emissziónkor mondtam, hogy atyám, most vége. Igen, emlékszem. Most befejeztem, és végzem magammal. Emlékszik, amikor mondtam, hogy nem bírom, mennyire hiányzik a család? Vagy szeretnél velük otthon lenni? Emlékszem. Elkezdtem beszélgetni róla. Beszélgetés végén mi volt? Így mentem el, mosolyal a számon, megkönnyebbülve, mert maga segített. Maga beszélt velem, beszélt a fejemmel, beszélt a lelkemmel, és elmondta azt, amit Jézus el akart nekem mondani magán keresztül. Mert én mindig érzem, amikor magával beszélgetek, én érzem, hogy ott van a Jóisten velünk. Ott van köztünk. Mert amikor rossz szájzzal jövök, jó szájzzal megyek. Elmondok egy imát, könyörjük hozzá a saját szavaimmal, ugye nem a mi atyám, meg az üdvözlégy, meg a hiszekegy, hanem a saját szavaimmal imádkozom hozzá, és érzem belül. Ezt nem lehet elmondani, ezt azt nem érzi, akinek nincs egy hite. Ezt csak ott érzi, akinek van. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség. Oh.
börtönbe is kikaptam. Na ne. De, sakba. Persze. Attól a hapsitól, aki jobban tudott sakkozni, mint te. Nem, ez egy olyan, aki kétszer megvert egy fiút, és vissza akartam vágni. És erre jó megvert. Jézus, mit csodálok. Á, köszönöm a játékot. Ennyi örömöd van, maradt egy négyesem. Köszönöm szépen. De én fejeztem be. Te fejezted be, tehát te pakolhatsz. Köszönöm. Vannak dolgok, amikkel szembe kellene nézni az egyháznak. Tehát, és nem bújtatni. Volt ilyen fiataloknak ilyen hivatástisztázó lelki gyakorlat, és ott föltették a kérdést, hogy na, mi van a cölibátussal, és akkor olyan ideális képet festett az a teológiai tanár nekik. És akkor a lelki atyámnak mondtam, aki szintén ott volt, hogy atya, nem szabad hazudni. Hát miért nem mondjuk meg, hogy ez nehézséggel jár? Ő mondott olyat, hogy adott esetben ki is lépne miattam. Mondom, én meg nem megyek hozzád. Én tőlem kiléphez, de hogy én nem megyek hozzád, az biztos. Mert azt a felelősséget, hogy én az Úristen helyébe lépjek a te életedbe, tehát egy abszolút hivatásával és a hivatását úgy teljesítő vagy gyakorló pap, ahogy ő csinálta, hát én látok olyan házasságokat, ahol kilépett a pap. Mondhatnak, amit akarnak azok a fölszentelt papok. Tehát az, hogy eltörölhetetlen jegyet hagyja a lelkükbe a papszentelés, az biztos. És nincs az a nő, aki azt helyettesíteni tudja. Az biztos. Ezt a sekrestyések csinálták neki. Ez a legnehezebb számomra mind a mai napig, hogy igazságtalan ítéletet elviselni. Nem szólhatok, nem léphetek. És én akkor elhatároztam, hogy amennyit lehet megteszek, hogy ezt el tud viselni. Fontosnak tartottam a sűrű találkozást, tehát hogy a pulzusodon legyen a kezem. Nem csak az arcodat néztem, nem csak a szemedet, hanem a szívedet is, hogy áll, hogy bírja. A zene az felület volt, és a többi sekrestés is ilyen. Kinek ilyen, kinek olyan baja van, másodlagos a sekrestésség, elsődleges a segítségnyújtás. Elsődleges számomra az, hogy Jézushoz vezesselek benneteket. Mert ő tud erőt adni. Arra világítottam rá, hogy mennyi igazságtalanságot viselt el Jézus. És ez ad neked is erőt, meg még soknak, hogy el tudja viselni azt az igazságtalanságot, ami itt van. Közel 30 év azért az nem kis dolog. Sok mindent átértünk, megértünk együtt, és nagyon nehéz, nem is tudom, tehát ha nem lennél, nem tudom, mi lenne. Nekem nem nehéz. Mi nem nehéz? Hát ez az együttléte. 30 év, nekem nem nehéz. Fölvettük a reverendát, azt mondta a Spirink, a lelki igazgatónk, hogy
atyák, ne gondolják azt, hogy most fölvették a reverendát, védve vannak mindentől. Azt maguknak kell kialakítani. Jézus, hajnal csillag, glóri, halleluja! Nem lesz egyedül a szívem többé, glóri, halleluja! Igenis, én járom a magam utam. Tisztes mértékkel feszegetem a pántokat. Tehát kimondom azt, amit más nem mer kimondani, pontosabban megélem azt, amit más talán még ki sem mond. Jézus, hajnal csillag, glóri, halleluja!